kiválasztottságunkban edényeknek is kell látni magunkat. És hogyan látta Pál apostol edényként magát? Azt mondja, hogy ez az edény, ez cserépedény. Ez törékeny. De tele van kincsel, azt mondja. Így látta magát. Tehát a kiválasztottság azt is jelenti, hogy tele vagy kincsekkel. Tele vagy szellemi kincsekkel. És hogy alig várja már az Úr, hogy ebből a kannából, edényből öntsön ki másokra is. Hogy részesedjenek mások is abból a kincsből, ami benned van. Jó? Szóval tele vagyunk kincsekkel. Így gondolkozol? Vagy úgy, hogy én üres vagyok. Hú, én éjszakai edény vagyok. Ami kijön belőlem, jobb, ha nem jön ki. Értek, hogy az embereknek a tudata, hogy hogyan gondolkoznak. Hát ez meghatározza, hogy tud-e használni az Úr, vagy nem. Hát ahogy gondolkozol, át tud-e menni az a kenet, át tud-e menni az a kincs, ami benned van. Ki tud-e jönni belőled? Attól függ, hogy látod magadat, milyen edény vagy. Vitrínbe való edény, vagy kacsa az ágy alatt. Kacsa tudatú vagy! Vagy mely szeni porcelán edény vagy? Te döntöd el, mi a nyakkacsa az ágy alatt? Vagy mely szeni porcelán a vitrínbe? Mi a te tudatod? Műanyag vagy porcelán? Ne itt azt mondja, hogy meghintésre vagy kiválasztva. És miért? Azt mondja, hogy a kegyelem és a békesség. Mi hozza létre a kincset benned? Azt mondja, a kegyelem és a békesség adasson nektek bőségesen. Hát, hogy Isten beletölti a kegyelmét, a békességét beletölti, kegyelmét beletölti. Isten minden kegyelemnek az Istene. Azt mondja, rátok árassza minden kegyelmét. És ez benned! Ebben a kiválasztott edényben kincseket hoz létre. A kettő találkozása. És ebből a kincsből kapnak mások. És ebből a kincsből a Krisztusnak a jó illata árad. Hogy leveszik a fedőt az edényedről, és már árad az illata Krisztusnak az életre. Ezt akarja, de ahhoz tele kell, hogy legyél kegyelemmel. Tele kell, hogy legyél békességgel, Istenek a békességével. Nem tűnt az fel nektek például, hogy a Gedeon, ugye Gedeon nevezte el Isten Shalomnak, Jahve Shalomnak, amikor oltárt állított. Hát és úgy jelent meg, hogy menjél Midian ellen. Tehát a harcra hívta föl a figyelmet, és a békesség Istene nyilvánította ki magát. Mert ugye, te például a Jahve Shalom az, aki által megtapasztalod, hogy a sátánt Isten, hogy ezt olvasod, a békesség Istene, a sátánt a lábaid alá veti. Ezt a Jahve Shalomról olvasod. És itt mit mond, hogy tele akarja tölteni békességgel az edényedet. Azt akarja, hogy tele legyél győzelemmel a sátán fölött. Azt akarja, hogy győztes keresztény legyél. És ahogy a sátán tiprod el a lábaid alatt, az illata Krisztusnak úgy árad belőled. És utána azt mondja, áldott az Isten. Tehát így lehet meglátni azokat az áldásokat, amikkel Isten rendelkezik, és te is rendelkezel ő általa. Nézd meg utána, mit mond. Tehát azt mondja utána, figyelj, negyedik verszak, azt mondja, az örökséged. Tehát a kiválasztás az örökséggel is jár. Az, hogy te ki vagy választva, az azt is jelenti, hogy örökséged van.
És figyeld ezt az örökséget, ami az áldásokkal áll összefüggésben. Azt mondja, hogy romolhatatlan ez az örökség, szeplőtlen ez az örökség, és hervadhatatlan ez az örökség. És ez a mennyben van. Tehát az áldásaink romolhatatlanok. Azok mindig várnak ránk. Az nem olyan, hogy egy szezont eltévesztettél, és utána már megromlottak addig az áldások. Nem olyan, letelt az évszak, nem jutottál hozzá, és már kész vége, ennyi volt. Már nem is fogsz hozzájutni. Nem. Ezek az áldások, örökségeink, ezek romolhatatlanok, nem romlanak meg. Ezek félre vannak téve a számunkra, hogy birtokoljuk ezeket a dolgokat. Hogy ezekben járjunk, ezekben éljünk, ezeket megtapasztaljuk. Szeplőtlen, nem romlik el, nem tudja rátenni a kezét az ördög. Meg van védve, ez a te számodra van külön választva. Neked akarja átadni az Úr. Nem tudja rátenni a kezét a tolvaj. Védelem alatt van. És ez a kiválasztottságod miatt. Az, hogy meg vagy szentelve. A szellem megszentelésében jársz. Jézus vére jön az életedre. A kegyelem és a békesség árad rád. Istennek a jó indulata. Istennek a kiválasztottság. Az meg kiszemelt téged. És nehogy azt hidd, még hogyha úgy tűnik, hogy Isten nem úgy reagál, ahogy te gondolnád. Azért Jézus mondott egy ilyen történetet, hogy kiment a gazda, és látott ugye munkásokat a piacon. És ugye elment 6-kor, elment 10-kor, 8-kor, 10-kor, és ugye 11-kor is. És még ott állt a munkás. Nem ott kell állnunk. De ő már látta, ez itt áll már. 8-kor azt látta, már itt áll 2 órája. 10 órakor azt látta, ez már itt áll 4 órája. És látta, hogy ott áll, és várnak. Vár. De ő látta, hogy ott van az az ember. És 11-kor megszólította. Hát te, mit hivalkodsz itt? Mit állsz itt? Azt mondja, hogy valaki elvigyen! A munkás akarok lenni! És el akarok menni dolgozni a Szántó földjére! Mert ugye, most gondold el, hogy azért ez is bölcsesség kell. Azt gondold el, ez körülbelül olyan, hogy mondjuk 6-tól, vagy ugye 6-tól körülbelül mondjuk egy olyan 3-ig tart a munkaidő, most csak mondok valamit, vagy 4-ig, és az az ember már délután 3-kor is. Délután 2-kor, délután 3-kor. Hát ott már nem álltak már ugye a munkások, tehát akik így akartak elmenni dolgozni. De ezek az emberek még ott állnak. Kitartóak. Reménységben vannak. Hogy engem is várok. A várakozásomban nem fogok megszégyenülni. De meg van írva, hogy a Szent Szellem hozza a reménységet, kimunkálja, a reménységet hozza az Istennek a szerelmét. És a Istennek a szerelme reménységet hoz létre bennem. És a reménység nem szégyenít meg. Nem fogok megszégyenülni. És ezek ott álltak. És azt mondta az Úr, kell lesz. Eddig is kellettél, csak meg akartam nézni, hogy milyen a várakozásod. Eddig is figyeltelek. Látom, kitartó vagy, viszlek. És ráadásul még ugyanannyit kapsz, mint az, aki már reggel óta dolgozik. Azt te mondd, hogy ez nem kivételezés. Hát erre háborodtak fel mindenki, fellázadtak a gazda ellen. Hogy lehet, hogy ugyanannyit kapnak ők is, mint mi? Pedig mi a napnak a terhét, melegét, fáradtságát hordtuk. Csak 1 órát dolgoztak. Én ilyen kiválasztott szeretnék lenni, de nem 1 órát szeretnék dolgozni. Az Úr munkájában. Tehát, de látod az Úrnak a hozzáállását? Hogy akkor is figyelte őket, akkor is látta,
hogy ott van, még ha egyedül kell ott állnia, akkor is ott áll és vár, és hűségben és reménységben várja az, hogy mikor szólítja meg az Úr. Emberek, ez azt is jelenti, hogy nem is állíthatod be önmagadat. Ez azt is jelenti, hogy nem úgy, hogy bemész, becsapódsz a többiekhez, vagyis, hogy oda csapódsz a többiekhez, mert ez becsapódás, becsapás is magadat. Tehát oda csapódik, én is megyek, mint a többieket, akiket kiválasztottak. Ez nem így megy, ez választás alapján megy. Kiválasztás alapján megy. És nézzétek meg például, a kiválasztás, ez kegyelemből van. Róma 11. Kegyelemből van a kiválasztás. Ezt Istennek a kegyelme adja a kiválasztást. Nem azért, amit teszünk, hanem kegyelemből van. Nézd meg, Róma 11.5. Azt mondja, eképpen most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Tehát a választás az kegyelemből van. Azt tudod, mit jelent, hogy kegyelem? Hogy nem cselekedetből. Az nem tőletek van. Ugye Efézusi levélben azt mondja Pál apostol. Az nem tőletek van, az a választótól van. Az a elhívótól van, a választótól van a kegyelemből való kiválasztás. És nem azért, aki akarja, és nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tehát Isten az, aki elhatározza. És pontosan azért, mert ő azt mondja, könyörülök, akin könyörülök. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Tehát ez ő dönti el. Ő azt mondja, na ezt az edényt így akarom használni. Ezt támogatni fogom ebben. De ha valaki más azt mondja, hogy de hát én is úgy csinálok, mint hogy az az edény lennék, akkor azt mondja, hogy most nem választottam őt, tehát most mit akar? Tehát nem fogja támogatni azt. Ugye ma is volt szó, például Bálám Szamara. Hogy, hát a Isten kiválaszt azt a Szamarat. Tehát érted, ez kegyelemből való választás. Hát neki teljesen minden az, hogy embert választ ki, vagy Szamarat. A kiválasztás miatt fogja a tervét megvalósítani az Istennek. És nem azért, mert az egyik alkalmasabbnak tűnik, vagy nem, mert itt nem a természetes alkalmasságunk alapján van ez az egész, hanem ahogy ő akarja, ahogy ő választ. És a kegyelemből választ, és pontosan azért kegyelemből, mert ha nem kegyelemből választan, akkor mindenki hivalkodni tudna azzal, hogy na nekem ilyen képességem van, na nekem 20 diplomám van, a másik azt mondja, hogy nekem meg ilyen képességeim vannak, nekem sokkal jobbak az empatikus képességeim, a másik más mondana, de hát az nem kegyelem. A kegyelemből való kiválasztás, akármilyen szamár vagy, rád ülök. És használlak téged. Tehát ez a kegyelemből való választás, hogy megnyitja azt a képességét az embernek, és egy szamár emberi nyelven, szavakkal tud beszélni. Ennyire egyszerűen működik. De ez azért választás. És itt azt mondja utána, hogy nézd meg, 7. verszak, azt mondja, micsoda tehát, amit Izrael keres, azt nem nyerte meg, a választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. Most én nem Izraellel kapcsolatban szeretném ezt elmondani, hanem kiválasztással kapcsolatban. Figyeljétek meg, a kiválasztottak megnyerik a dolgokat. Jó? Tehát a kiválasztottak megnyerik a dolgokat. És mi Krisztusban kiválasztottak vagyunk. Tehát ne lásd magad vesztesnek, hanem nyertesnek lásd. A nyertes, most nem a lottóötös, meg ilyenek. A nyertes az, aki megnyeri a dolgokat. Te nyertes vagy. Te megnyered a dolgokat. Nem, és látod, a nyertesek is, most ne hogy szerencsejátékozzatok, de a nyertesek sem munkából gazdagszanak meg. Ugye ők azt mondják, hogy szerencse. Ez lehet démon, lehet az ördög, lehetnek, értitek, mert ha tönkre megy az élete, az mutatja, hogy ugye legtöbb ilyen embernek, tehát tönkre megy az élete, de
ebből a szempontból mondva, tehát a nyertese dolgozik érte. Idézőjelbe, kegyelemből. Megkapta azt a dolgot. És az más kérdés, hogy kész volt-e arra, vagy a személyisége, meg ilyen dolgok, és ezért nem jó az ugye, hogy az ember olyan dolognak a részévé válik, amire a személyiség nem kész. Ezért Istennek mindennek rendelt időt adott, hogy az ember személyiségéhez mérten tudjanak az áldások jönni, hogy ne az áldások ne tegyék tönkre az embert. Pláne az anyagi áldások, ezek nagyon veszélyes, az anyagi áldás az nagyon veszélyes. Azért, mert tönkre tudja tenni az embernek a személyiségét teljesen. Persze nagyon jó, és nagyon nagy teret tud adni az embernek, és nagyon nagy szabadságot tud adni. Csak lehet, hogy Isten látja, hogy az a szabadsággal, te lehet, hogy visszaélnél, és rabságra menne az a szabadság. És lehet, hogy ezért nem úgy történik az anyagi áttörés, ahogy te képzeled, hanem kell ennek egy folyamata, hogy a személyiségedet előkészítse arra az áldásra. Isten. Különben az a szabadság ragadományá, tehát ragadozóvá tenni az embert. Van ilyen. Tehát látod, hogy mit mond a kiválasztás? Hogy nyerés. Tehát azt mondja, hogy megnyerik. Tehát a kiválasztottak megnyerik az ígéretet. Az ígéretek megvalósulnak az életükben. És ezért kellett egyébként Ábrahámnak is, és sok Isten emberének sokat várakoznia, hogy a személyiségük is elők legyen készítve azokra a dolgokra, amiket Isten akar átadni nekik. Róma 9:11. Hát ugye, hogy jobban megértsük a 10. verszaktól, nem csak pedig, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében, Izsáktól, ami atyánktól, mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon. Nem cselekedetekből, hanem az elhívótól. Ugye azt mondta, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Máshol ugye azt mondja, meg van írva, hogy Jákobot szereti, Ézsau gyűlölte. Azt mondja, mit mondjunk? Igazságtalan-e az Isten? Azt mondja, dehogy is. Miről van itt szó? Ott nézzétek meg, hogy a kiválasztás az annyira nem a cselekedeteken múlik, hogy például, amikor a Rebeka elment megkérdezni az urat, hogy most mi ez benne? Ugye, mert nekik nem volt röntgen, meg ultrahang, meg ilyen dolgok, hanem ő csak azt tudta, hogy terhes, és valahogy olyan mozgolódás, háborúság van benne. Nem tudták, hogy ikrek vannak benne. Ugye még 80-as években, vagy 70-es években, 60-as években, hát ott meglepődtek a hölgy, tehát szülőnők, hogy hoppá, még egy gyerek van. Annyira nem tudták, csak azt nézték, hogy nagyobb a hasa, de nem lehetett, értetek, nem tudták, hogy ikrek vannak, hogy ketten is vannak. És akkor elment Rebeka, és megkérdezte az orra, mi ez? Mondja neki az úr, ketten vannak benned. És azt mondja, hogy mielőtt még bármit cselekedtek volna, jót vagy rosszat, bármit, Isten azt mondta, a nagyobb szolgálni fog a kisebbnek. És ebből látszik, hogy a kegyelemből való választás nem cselekedetekből van. Tehát nem azért, mert a cselekedeteinkkel, de Istent rábírjuk, hogy cselekedjen valamit, és ennek az áldásaiból részesedjen. Azt tudjátok miért? Mert Isten kegyelemből akarja megadni neked. Azért, hogy ő legyen felmagasztalva. Hogy ő legyen, ugye Pál is mondta, azt mondja, ugye írja a korintusiaknak, hogy nagyon sok mindent tett rajtam keresztül az Úr. Ugye? És azt mondja, sok mindent csináltam. Azt mondja, de nem én, hanem az Istennek a rajtam levő kegyelme. Tehát Istennek a kegyelme az, hogy maga Isten legyen fölmagasztalva, és neki legyen dicsőség adva, ezért kegyelemből van. És emberek, ha szeretnél a kegyelemből részesülni, akkor meg kell tanulnod hálaadónak lenni.
hogy nem cselekedetből, hanem kegyelemből, hogy azért van, hogy az Isten még jobban fel legyen magasztalva, és még jobban fel legyen emelve az Isten, és ezért van a kegyelemből, és ezért adja a kegyelmet, hogy ő legyen fölmagasztalva. Jó, ebből mondhatja valaki, aki rosszon dialottan hát hozzá Isten, hogy ennyire egomániás Isten? Nem, ennyire jó. És pontosan a kegyelem az ő jóságát mutatja meg. És az ő, és aki ezt észreveszi, és józan, és egészséges, és van esze, az ezért hálát ad Istennek. Mert ő ennyire jó. Tehát értitek, hogy ő észre akarja vetetni velünk az ő jóságát. Azt mondja, az ő jósága megtérésre indít bennünket. Tehát az ő jósága indít arra bennünket, hogy megváltoztassuk a gondolkodás módunkat. Hogy annyira jó az Isten, hogy ez egy más gondolkozásmód kell, hogy ezt befogadjuk magunkba. Ennyire jó. Annyira jó az Isten, hogy azt mondja, hogy meg kell változtatnunk a gondolkodás módunkat, mert különben ezt nem tudnánk befogadni. Sőt, még úgy sem nagyon, de legalább így még kapcsolatba kerülünk azzal, és bejön az a valóság az ő jóságának, hogy akar velünk bánni. Sok olyan dolog, amit a te életedben tapasztaltál, és azt hiszed, hogy azt Isten megengedte, vagy Istentől van, az nem is az, semmi köze nincs Istenhez. Csak a rossz gondolkozásod az, ami ezt az Istenre fogja, és tudod, mi a baj ezzel? Hogy ez a gondolkodásmód alkalmatlanná tesz téged arra, hogy az Istennek a jóságát megismerd és megtapasztald. Ez a probléma ezzel a gondolkodásmóddal. És azt se tudod igazából, hogy ki az Isten. És azt se tudod, hogy milyen az Isten igazából így. De én azért beszélek erről, hogy felvilágosítsalak, hogy világosság jöjjön be a szívedbe, világosság jöjjön be az elmédbe is, hogy megváltozzon a gondolkodásmódod. Hogy nem az Isten az nem az ellenséged, hanem a barátod. És az ördög az nem a barátod, hanem az ellenséged. És minden fa a gyümölcséről ismertetik meg. Az ördög is, és az Isten is. Most jól tudom, hogy ezt pont rólunk mondja Jézus. De ez egy olyan általános alapelv, ami ugyanúgy az ördögre is tehát meg lehet vizsgálni, és Istent is ez alapján meg lehet nézni, hogy most milyen gyümölcs. És nagyon jó gyümölcsök ezek. És akkor tudunk ebbe az ízletes gyümölcsökbe beleharapni, megtapasztalni, és megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat. Na menjünk még egy részhez. Jézus, ugye János 15-höz lapozzunk. Egyébként Jézus sokszor mondta a tanítványok, és erősítette bennük ezt a tudatot, hogy bátrak legyenek, és sokszor mondta nekik, hogy emberek, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És sokszor ez úgy tűnik, mint hogy ez a te döntésed lett volna. És sokszor ez úgy tűnik, mint hogyha ugye az evangéliumot, amikor hallottad, és ugye mondjuk azt, hogy döntsél, és te azt mondod, döntesz, és mint hogy ez te lettél volna az, aki választott, és emberek, nem. Hanem az, hogy ez a döntés megszülethet benned, ez azt mutatja, hogy Isten már kiválasztott téged. Ő hamarabb választott téged, mint te őt, ahogy választottad. És az, hogy te őt választottad, az előzte meg, hogy ő már kiválasztott téged. És ezért tudtad őt választani. Tehát itt Jézus azt mondja, hogy a János 15-ben, a 15. verszak és 16. verszak. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Tehát például ez is az Ószövetség és az Új Szövetség közötti különbség, illetve Krisztusban, hogy lettünk, hogy megismerhetjük és tudhatjuk, hogy az Úr mit cselekszik. Mert nem szolgák vagyunk, hanem fiak. És azt mondja itt, hogy titeket pedig barátaimnak mondalak.
Tehát Jézus Krisztusban barátai vagyunk az Úrnak. Miért? Azt mondja, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Tehát mit mond itt Jézus? Hogy a kiválasztás az arról szól, hogy Jézus a Szent Szellem által, a kijelentések által tudtul akarja adni nekünk, amit az atyától hall. Ebben a kiváltságban lehet részünk, hogy amit ott beszélgetnek a mennyben, eljön a Szent Szellem, és tudtul adja nekünk. És elmondja nekünk az Isten dolgait. És utána azt mondja, hogy látod, azt mondja, amit én az atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Mit jelent ez? Hogy Istentől tanított emberekké válunk. Isten szellemétől tanítottak lehetünk. Gondold el! Isten szellemétől tanítottak lehetünk. Miért? Mert szellemhez szellemieket szabunk. Látod, hogy az Isten szelleme az úgy, hogy nem egy pszichikai, logikus gondolkodásmód szerint ismerheted meg őt, hanem szellemiekhez szellemit kell szabnod. Szellemi beszédeket kell hallgatnod. Nem pszichikai beszédeket. Pszichikai beszédek lefárasszák az embert. A pszichikai beszédek kiüresítik az embert. A pszichikai beszédek teljesen leamortizálják az embert. Az a kincs még, ami benned volt, még abból is kiüresedsz. Mert akinek nincs, attól elveszik azt is, ami van. Amit úgy gondolja, hogy van. Mert akkor már úgy gondolja. Mert előtte volt. De gondold azt el, hogy a szellem pedig épít. A szellemi beszédek építenek föl. A szellemi beszédeket kell neked is szólnod. Az lényeges, hogy a szellemi beszédek építsenek föl bennünket. Szellemi beszédek azok, amik ki tudnak virágoztatni téged, gyümölcsözővé tudnak tenni tégedet. A pszichikai beszédek, mondom, leamortizálnak. A gyümölcstermő képességedet, ha volt is, az teljesen megszüntetik. Nem hoznak az emberek gyümölcsöket. Ezért kell figyelni. Tehát amikor beszélünk, egymás között is beszélünk, hogy nem szabad, hát ha kell, akkor el kell szakadni pszichikai emberektől ahhoz, hogy épülni tudjál. És emberek sokkal többet számít az embernek a felépülése, mint a pszichikai kapcsolatok. Sokkal többet számít. Nekünk az a feladatunk, hogy szellemiekhez szellemieket szabjunk. És akkor, amikor ott leszünk az Úr előtt, akkor nem az az ember fog ott állni Isten előtt, aki fákat, szénát, szalmát tett bele az életünkbe. És azt mondjuk, hogy hát ő én tehetek róla. Hát dehogy nem, te tehetsz róla. Mert az, hogy ki mit épít rá, az a te felelősséged. Az senki másnak a felelőssége. Senki nem fog a te felelősséged. Én se fogok ott állni a te felelősséged helyett. Te fogsz felelősséget vállalni a te életedért. Én meg az én életemért fogok felelősséget vállalni. És ezt nem lehet kicserélni. Nem más ember fog odaállni te helyetted. Leég az ember, leég. Ő tehet róla. Ő nem figyelt. Ő nem szabott. Tehát ő nem tette oda, hogy szellemieket tegyen a szellemiekhez. Hanem meg volt elégedve a pszichikai dolgokkal is. Ezt nem szabad. Sokszor utána mondja, hogy mert van olyan emberek, hát azért beszél erről Pál apostol, van olyan,
hogy a gyülekezetbe keresztények pszichikaikká válnak. Hát erről beszél Korintusba. Ugye voltak testi keresztények, voltak pszichikai keresztények, voltak szellemi keresztények. És azt mondja, bolondságnak tartották a pszichikai keresztények, a szellemi keresztényeknek a kijelentéseit, beszédeit, cselekedetét bolondságnak tartották. És ez azt bizonyítja, hogy pszichikai keresztények. És gondold el, hogy utána azt mondja Pál apostol, hogy bennünk pedig a Krisztus elméje van. Tehát az a nous, az a megértő képesség. Tehát a pszichikai keresztények azok a szellemi megértő képességüket teszik tönkre. Értitek? Tönkre teszik, tönkre vágják. És akkor még ne is beszéljünk arról, hogy a testi pszichikai keresztények ráadásul még üldözik is a szellemi keresztényeket. De ez már egy másik tészta, ezt most nem gyúrom. Na tehát, utána mit mond? Nem ti választottatok engem. Látod, hogy azokat, akiket az Úr választ, azoknak az Atya kijelenti magát. Azoknak az Atya, a Szent Szellemen kijelenti magát. És azt mondja, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És mit a választással? Mi jár együtt a választással? Nézd meg! Azt mondja, hogy rendelés jár. Tehát a kiválasztással feladatok járnak együtt. Az, hogy ki vagy választva, az azt is jelenti, hogy feladataid vannak. És a feladataink, azt mondja, arra rendeltelek titeket. Tehát arra rendeltelek titeket. Tudtad, hogy rendelve vagy valamire? Olvasd el a Jónás könyvét. Ott sokszor leírja, hogy az Úr rendelte. És akkor mondja, hogy rendelt cetet, rendelt vihart, rendelt ezt, rendelt azt, rendelt a levélhez ilyen kukacot is. Rendelt. És tudod, hogy téged is rendelt az Úr? Te az Úrnak a rendelésére vagy. Az Úr rendelése miatt létezel. Ő szólt, és lettél. Ő rendelt, és lettél. És azt mondja, én rendeltelek titeket. Miért? Hogy sok gyümölcsöt hozzál az Úr dicsőségére. Én rendeltelek, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. Mi a mi rendeltetésünk? A gyümölcstermés. A gyümölcstermés az nem a központ. Tehát nem, ugye vannak, akik mondják, hogy az, ami feladatunk, gyümölcsöt teremünk. De emberek, a gyümölcstermésünk alapja kiválasztás. A kiválasztottság tudata. És annak a tudata is, hogy az Úr ezt már rendelte. És azzal, hogyha nincs még gyümölcs az életembe, attól én még nem keseredek el, hanem tudom, hogy rendelve vagyok arra, hogy sok gyümölcsöt teremjek. És ez meg fog valósulni. Mert ő rendelte ezt. Ha ő rendel valamit, ha képes volt cethalat rendelni Jónáshoz, akkor tud gyümölcsöt. Tudja megtenni azt, hogy én sok gyümölcsöt teremjek az ő dicsőségére. Ha egy cethalat beidomított az Úr, engem is be tud idomítani, hogy sok gyümölcsöt teremjek. És azt mondja itt, hogy és figyeljetek, nem hogy csak termünk gyümölcsöt, hanem azt mondja, hogy megmaradjon a gyümölcse. Ez egy nagyon lényeges dolog. Hogy sokszor arra van rátéve hangsúly, hogy na teremjél. Nem csak ez a lényeg. Megmaradjon az a gyümölcs. Megmaradjanak a gyümölcsök. Ez nagyon fontos. Ez is épp olyan fontos, mint az, hogy megteremjed a gyümölcsöket.
Emberek, az áldást könnyű megszerezni, de nehéz megtartani. És ez így van itt is, ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Nem az a cél elsődlegesen, hogy teremjél gyümölcsöt, hanem az is, hogy megmaradjon az a gyümölcs. Hogy az áldás is, amihez hozzájutsz, az megmaradjon. Ne az legyen, hogy egyszer hozzájutsz, aztán megint nulla, aztán megint hozzájutsz, aztán megint nulla. Aztán megint fölmentél a hegyre, aztán megint lejársz a völgyben. Te neked hegylakónak kell lenned. És csak a fejedre vigyázz. Az elmédre. Hogy gondolkozol? Megköbbenst. Nyisz. Ennyi volt. Lekerülsz a hegyről a völgybe. Nekünk hegyen kell laknunk. Nekünk ott kell lennünk az Úr hegyén. Az Úrnak a hegyén kell lakoznunk, ahogy Mózesnek mondta Isten. Gyere föl a hegyre! És mi volt a hegyen? Az Úrnak a jelenléte. Az Úrnak a dicsősége. Az Úrnak a természet fölötti valósága. És hatott rá, a természetes dolgokra hatott az ő természet fölötti valósága az Úrnak. És ezért tudta azt megtenni, hogy 40 napig nem evett, nem ivott, sőt kétszer 40 napig. Na ugye, utána megint mondta az Úr, hogy menjen föl a hegyre, aztán újra 40 nap. Hát te, hogyha kétszer 40 napot egymás után böjtölnél víz és kenyér étel nélkül, hát szerintem 3-4 nap után, vagy 10 nap után már nem biztos, hogy lejönnél a hegyről. De ott látszik, hogy ott volt Istennek a dicsősége. Ott volt a természet fölötti valósága az Istennek. Egyébként csak annyit így hozzátéve, de azt inkább gyógyulással kapcsolatban ugye mondanám el, hogy az emberi test az olyan, hogy amikor az Úrnak a dicsősége, tehát az emberi test olyan valóság, ez nem csak természetes valóság az emberi test, az maga Isten gyúrta meg. Az egy természet fölötti, hogy mondjam, tehát kapcsolatba tud lenni természet fölöttivel, tud ráhatni a természet fölötti. És egyértelmű bizonyíték a Mózesnek az esete, hogy a fizikai teste nem ment tönkre, pedig nem táplálkozott fizikai dolgokkal, hanem a közvetlenül az Úr dicsőségével volt kapcsolatban, és a dicsőség olyan hatással volt rá, hogy a fizikai teste nem ment tönkre, hanem sokkal kicsattant a bőréből, amikor lejött 40 nap után, amikor nem is evett, nem is ivott. Sőt, még a teste is átvette az Istennek a dicsőséget. Egy 40 napos dicsőségkúrán vett részt. Dicsőség terápián vett részt. És a végén már a bőre is sugárzott. És sugározta, átvette a test, átvette az Istennek a dicsőséget, természet fölötti jelenlétét átvette a testét, és manifesztálódott a testen keresztül az Istennek a természet fölötti valósága. Ilyen a mi testünk, ilyet tud megcsinálni. Ezért ne romboljuk a testünket, ne használjuk rossz célokra, szexuális bűnökre, tisztátalanságokra, mert ez a test, ez sokkal több annál, sokkal jobban meg kell becsülnünk, mert tehát át tud, az Istennek a valóságát át tud menni. Azt akarja Isten, hogy a testünkön keresztül átmenjen a környezetünkbe az Istennek a valósága. Ilyenre alkalmas a testünk. Na de visszatérve, azt mondja, hogy megmaradjon a ti gyümölcsötök. És figyelj, a kiválasztás, az, hogy Krisztusba ki vagyunk választva, nézd meg, milyen előjogokkal jár. Azt mondja, hogy akármit kértek az atyától. Az én nevemben megadja nektek. Na, mit szóltok? Krisztus Jézusban ki vagyunk választva, és ez azt eredményezi, hogy akármit kérjünk az atyától, meg fogja nekünk adni. Az ő nevében, Jézus Krisztus nevében. És ezért van az, ugye Jézus mit mondott? Betegekre vetjük a kezünket, és azok mit csinálnak? Mit csinálnak? Akkor gyógyulj meg Jézus nevében. Róma 8! Ezt itt Magyarországon nem lehet kihagyni.
Róma 8.33. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Ha választott vagy, nincs vádlás ellened. Vége a vádlásnak. Vége a kárhoztatásnak. Nincs vádlás te ellened, ha választott vagy. És ezért kérdezi meg Pál. Ki az, aki vádolni merészeli a választottakat? És mit mond rá? Azt mondja, Isten! Mit csinál Isten? Megigazít! Hogy mit csinál Isten? Ott áll melletted. Ott áll melletted és megigazít. Ahogy Joshua főpap mellett. Ott a vádló állt, te melletted pedig az Úr áll. És az Úr megigazít tégedet. Ezért kell a megigazulásnak a mellvasába öltöznünk, hogy a szívünket védjük, a belső lényegünket védjük, hogy ez nem kerülhet vádlás alá. Ha abba belőttek és vádlás jött, vége, emberek. A lényedbe, ugye azért megigazulás páncélja, mert védi a mellkast, a szívet. És ez a leglényegesebb részünk. Nem a fizikai szív, hanem a szellemi szívünk. Ez a lényegünk, ez a forrása az életünknek, a személyiségünknek. És ha oda a vádlás behatol, vége, akkor még Isten se tud rajtad segíteni. Vagyis tud, mert itt az van, hogy Isten megigazít. De nyilván egy nehéz küzdelem előtt fogsz állni. Mert ugye a szívből kivenni a nyilvesszőket, az ördög lövöldöz. Vádlással. Van, akinek a vádlás nyilvesszői belemegy, lehet, hogy letöröd, kiveszed, kihúzod, de hát amikor már dárda megy át, és ezt védened kell, ez a megigazulásnak a páncélja. Hogy ördög, én meg vagyok igazítva. És nem magam miatt, ne Fibóset se magam miatt, hanem a szövetség miatt, amit Dávid és az ő apja kötött. És az apja miatt lett az a sorsa, hogy ott lehetett az asztalnál, a király házába lehetett. Dávid befogadta a házába, örökséget adott neki. Ez nem maga miatt, hanem az apja miatt. Bennünket is Isten igazít meg. Jézus Krisztus cselekedeteit tulajdonítja nekünk az Atya. És ezért nincs vádlás a választottak ellen. Emberek, ebbe kell felöltöznünk. Ha Krisztus Jézusba vagyunk, akkor nincs vádlás ellenünk. Nincs vádlás. Vége. Miért? Mit olvasol a vádlóról? Hogy hitet. Ha elfogadod a vádlást, akkor hitetés alá kerülsz. A gondolkozásmódod, a belső részeid egy hitetés alá kerülnek, és már másképp a valóságot másképp dolgozott föl, mint ami a valóság, és így hazugsággá válik a hitetés miatt a valóság. És amit te megtapasztalsz hazugságot, magyarán a hazugságot valósággá teszed, és az a valóság az már nem az igazi valóság, hanem az a hazug valóság lesz. És ezt a hitetés miatt, a vádló, az, aki a vádló, a sátán, a hitető, nem tudom, hogy érthető volt az, amit mondtam, hogy emberek, hazug valóságot az ördög rajtunk keresztül létre tud hozni. Sőt, hát ez a világ igazából egy hazug valóságban van benne. És ez a problémája a világnak, hogy nem az igazi valóságot tapasztalja a világ, hanem az hitető által, a hitető által az emberek, ahogy befogadják a hitetést, és létrehozzák a hazug valóságot. És ez a hazug valóság, ez ugyanolyan tapasztalati tényé változik az emberek életébe. És sokszor a kapcsolatokban is meg tud nyilvánulni ilyen. Sokszor, amikor konfliktusod van egy emberrel, igazából lehet, hogy elhitetve vagy vele kapcsolatban. És nem is az igazságot tudod vele kapcsolatban, a valóságot, hanem a
hitető által egy hazug valóságot, és ezáltal értelmezed a cselekedeteit, ezáltal értelmezed a szavait, holott lehet, hogy köze sincs az igazi valóságnak. Annak. Mit tud ettől megvédeni? Megigazulás páncélja. Ez minden vádlás, minden hitetés, minden gonosz erő fölött győzelmet tud neked adni. De hát a vádlásnak vége, emberek, magyar keresztényeknek fel kell fogniuk, ha kiválasztottak vagyunk, vége a vádlásnak. Nincs vádlás! És ha még el is követtél bűnt, akkor azt mondja, ha megvallod a bűneidet, hű és igaz, hogy ő mit csináljon? Megbocsásson és megtisztítson. Tehát mit csinál? Megtisztít. Tehát ha elkövettél is bűnt, akkor ő megbocsát. Ha megvallod és elrendezed igei módon, a bibliai módon, akkor ő hű és igaz, hogy megtisztítson és megbocsásson neked. Amen. Tehát le kell, hogy folyjon a trutyinak a ruhádon. Na nézzük befejezésül tényleg. 2 Péter 1. Mit mond 2 Péter 1? Azt mondja, 10. verszak, annak okáért, tehát ezért, atyám fiai, mindjárt megnézzük, hogy mi az, hogy ezért. Ezért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Miért ütközöl meg? Mert nem ezzel foglalkozol, hogy erősíted a kiválasztásodat. És mit mond, hogy így gazdagon adatik majd nektek, a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenettel. És hadd mondjam el nektek, hogy ha kiválasztásodat erőssé teszed, akkor a tűzpróbán nem pörkölt mogyoróként jössz ki. Hanem azt mondja, gazdagon adatik a bemenetel. Mikor adatik gazdagon a bemenetel? Hogyha arra, azzal foglalkozol, nem a testvéreddel foglalkozol, nem különböző dolgokkal foglalkozol. Azt mondja, hogy az elhívásodat, a kiválasztásodat erőssé teszed. Ha ezzel foglalkozol, és azokat a gyümölcsöket teszed, amire ő rendelt téged, és az a kincs, ami benned van, az beforgatod az Isten munkájába, azt mondja, akkor gazdagon adatik a bemenettel az Isten országába, amikor megjelenik Krisztus. Ugye, mert akkor fogunk szemtől szembe találkozni vele, akkor megyünk át a tűzön, amiről az 1 Korintus 3-ban beszél Pál apostol. És ott mondja azt, ugye, hogy vagy leég az ember, vagy pedig úgy át tud menni, hogy gazdagon be tud menni. És ő, látod, itt azt mondja Péter, hogy úgy tudsz aranyat, ezüstöt, drágaköveket, tűzálló dolgokat építeni az alapokra, alapodra, Jézus Krisztusra, hogyha a kiválasztásodat erőssé teszed. Hogy teszed erőssé a kiválasztásodat? Hát nézd meg, ezeken az igéken gondolkozol újra és újra, újra és újra. Átforgatod ezeket a beszédeket, amiről szó volt, hogy Krisztus Jézusban te kiválasztott edény vagy. És ugye előtte itt, amikor beszél Péter, nézd meg, azt mondja, hogy, és ezzel fogom itt befejezni, azt mondja, hogy na nézzük, hát kénytelen vagyok a 2. verszaktól. Mert nézd meg, hogy az edénybe, amikor arról volt szó, emlékszel, hogy arról beszéltünk, hogy a kegyelem és a békesség adasson bőségesen? Nézd meg, hogy hogyan kezdi el itt a kiválasztásnak az erőssé tételét. Hogy mi az, ahogy erőssé tudod tenni a kiválasztásodat. Mit mond?
kegyelem és békesség ugyanazt mondja, hogy kegyelem és békesség adasson nektek bőségesen. Tehát az edényedbe. Isten azt akar, hogy tele legyél kegyelemmel. Tele legyél békességgel, hosszú tűréssel, a hozzáállásodban, más emberekkel, hogy irgalmas tudjál lenni másokkal. Azt mondja, hogy ez kegyelem kell, hogy tele legyél kegyelemmel, tele legyél békességgel. És azt mondja utána, hogy mi jön ekkor? Nézd meg, hogy épül föl. Hogy jön az erőssé tétele a kiválasztásodnak? Figyelj, azt mondja, hogy a sok benned a kegyelem, sok benned a békesség, bőséges benned. Mi lesz a következménye? A Jézus Krisztusban növekedni fogsz, a Jézus Krisztus ismeretében növekedni fogsz. És emberek, ez nem fejismeret, ez szívismeret. Ez valóságnak az ismerete fog. Valóságos tapasztalatod! Általi ismereted lesz Jézusról. Nem fejismeret, nem elméletileg ismered, hanem a valóságban, a gyakorlatban, a tapasztalatban, az életedben ismered meg őt. Utána azt mondja, hogy miért ismered őt meg ilyen valóságosan? Azt mondja úgy, azért, azt mondja, mivel hogy ez az ismeret, ez nem elmebeli, hanem a kegyelem és a békesség száll rád bőségesen. Nézd meg, mi a következménye? Az ő isteni ereje mindennel megajándékoz téged. Tehát jön az erő tőle rád. És ez az erő az azt mondja, hogy ajándékokat hoz neked. Amikor rád száll ez az erő. Amikor veszed a Szent Szellemet, azt mondja Jézus, veszel erőt. És akkor veszel erőt, mi történik? Mit mond Péter apostol? Azt mondja, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket. Ajándékokat hoz létre bennünk. És a kiválasztásunknak a tudata, kiválasztottságunknak a tudata, mivel jár együtt? Azzal, hogy meg ajándékozott ember vagyok. Vannak ajándékaim. Istentől ajándékokat kaptam. Áldásaim vannak, örökségem van, és ajándékom van. Utána azt mondja, hogy ez az ajándékok, amit az isteni ereje hoz nekünk, ezek az ajándékok, mire tesznek alkalmassá bennünket? Azt mondja, az életre és a kegyességre. Tehát, hogy elkezdünk olyan életet élni, és az életünkben olyan dolgokat megtapasztalni, mint a Biblia azt mondja, hogy ezeket meg kell tapasztalnunk az életünkben. Ezt az ajándékok hozzák létre. Ezt nem mi a saját kútfejünkből hozzuk, hanem az erő hozza ez be az életünkbe. Az erőt pedig a Szent Szellemmel való közösség, a Szent Szellemmel való betöltekezés által van az életünkön. Ezért fontos a Szent Szellemmel való betöltekezés. Ha nem töltekezünk be Szent Szellemmel, akkor az életünk, tehát a kegyesség, az ugye azt mutatja, hogy a Krisztusban, ahogy járunk, az nem azt fogja mutatni, ami a Krisztusnak a valósága. Tehát nem lehetünk akkor keresztények a szó krisztusi értelmében, hanem csak akkor, hogy a Szent Szellemmel betöltekezünk. És a Szent Szellemmel való betöltekezés által erő jön az életünkbe. Annak megismerése által, tehát ebben az erőben, és ebben az ajándékozásban a Krisztusnak az ismerete valóságos tény és tapasztalati lesz az életünkbe. És azt mondja, hogy a dicsősége támogatni fog bennünket az életünk folyamán. Mert erről van szó, hogy aki a saját dicsőségével és a hatalmával elhívott, mit mond itt? Az, hogy az életünket
a dicsősége és az ő hatalma fogja támogatni. Nincs az az ember, aki ebből ki tudna mozdítani téged. Ezért mondja Dávid, hogyha az Úr velem van, kicsoda ellenem? Ki lehet akkor ellenem? Persze, lehetnek ellened, de azok igazából az Úr dicsőségével és a hatalmával találkoznak. Utána mit mond? Ezek még ráadásul ígéretek formájában is, tehát elkezdi az Úrnak a dicsősége és a hatalma. Azt olvassuk a negyedik verszakban, hogy az Úrnak a becses ígéreteit elkezdik megvalósítani az életünkben. Tehát, hogy az Istennek a dicsősége és a hatalma támogat bennünket abban, hogy az ígéretek, az Istentől adott ígéretek megvalósuljanak az életünkbe. És figyeljetek, ahogy ezek nagyon érdekes, tehát ez egy összefüggő, amiket leír Péter, és lehet, hogy így nem értetted még, de figyelj, azt mondja, hogy amikor ezek az ígéretek elkezdenek a megvalósulás útjára lépni az ő dicsősége és hatalma által, azt mondja, hogy bennünk, a testünkben a kívánságok elkezdenek elhalni, tehát a testi kívánságok, a testünkben levő bűn, az elkezd erőtlenné válni, és elkezd elhalni, mert itt erről van szó, hogy így tudjuk kikerülni a világi kívánságokat, és az Isten isteni természet kezd el dominálni a testi kívánságaink fölött. Tehát itt jön létre az, amikor a szellem a test ellen küzd, és a test a szellem ellen, amiről a Galata 5 beszél, hogy itt mondja azt el, hogy az isteni természet, ami a szellemünkben van, az dominál és uralmat vesz a testi, tehát a testünkben levő bűn törvénye fölött, illetve a test tagjainkban levő kívánságok fölött. És elhalásra készteti őket. Az nem azt jelenti, hogy teljesen meg, mert ugye amikor megdicsőül a testünk, akkor fog teljesen megoldódni ez, tehát a testnek a megváltása akkor fog teljesen megvalósulni, de ekkor egy ilyen működés képtelenné teszi a tagjainkba levő bűnt. Hát ez a megszentelődés, emberek. A megszentelődés az, hogy működés képtelenné válik benned a bűn törvénye. Amiről Pál apostol azt mondja, hogy benne van a tagjainkban és a testünkben. És erre, amikor azt mondja, hogy ugyanerre, tehát igyekezetet kell fordítani, tehát rá kell tennünk az életünket arra, hogy elkezdjünk a hitünk mellé, és ugye miért mondja, hogy innen a hitről kezdi az építkezést, és azt mondja, ugye, hogy a hitünk mellé tegyünk tudományt, és a többi, és a többi. Ja, jó cselekedetet, jó cselekedetet, tudományt, és a többi. Mert figyeljetek ide, azt, amit az előbb elmondtam nektek, hogy hogyan veszi át az isteni természet az uralmat a testben levő bűn fölött, az pusztán az, hogy elkezdtél hinni a messiásba, és hitáltal vízkerességbe vettél részt, és újjászülettél víztől és szellemtől. Ez önmagában hozza létre ezt a fordulatot. És ezért mondja utána, hogy igyekezzünk a hitünkhöz jó cselekedeteket. Tehát azt mutatta ezt, hogy az előtte levő verszakokban a hit, a messiásba vetett hit, Jézus Krisztusba vetett hit hozta be valósággá az életünkbe. És azt mondja, hogy erre pedig tegyünk rá cselekedetet, hogy ez ne maradjon csak bennünk, ne maradjunk az, hogy ez bennünk zajlik, hanem ehhez tegyünk cselekedeteket hozzá. A cselekedeteinkhez tegyünk hozzá tudományt, tehát hogy ne úgy legyen, hogy a hitedhez tudományt, mert akkor annyira elgondolkozod, mert semmit nem fogsz csinálni. Hanem csináld, és közben majd az Úr kiigazítja, hogyha kell. De csináld. Tehát ezért cselekedeteket kell hozzátenni, ahhoz tudományt,
És ugye elkezdi mondani, mértékletesség, türelem. Látod itt is? Mértékletesség, türelem jön. Tehát az Úr egy várakozási pozícióba visz be, hogy megtanulj szenvedve tűrni. Húha! Elég rosszul hangzik. Vagy már azt mondod, neked már ebből eleged van. Te már eleget szenvedve tűrtél. Kegyességet, atyafiakhoz való hajlandóság és szeretet. És azt mondja, ha ezek megvannak, látod, nem tesznek bennünket se hivalkodókká, se gyümölcstelenné. Tehát újra visszatér közbe is többször a kiválasztottságnak az alap dolgai, amikről beszéltünk, mert itt például azt mondja, hogy nem tesznek gyümölcstelenné. Tehát látszik, hogy a kiválasztottság ezekkel összefüggésben van, amiről eddig most itt szó volt a Péter levélbe, és ezért fejeződik úgy be, hogy erőssé tegyük a kiválasztottságunkat, mert pontosan ezek azok a dolgok, amik bizonyítják a kiválasztottságunkat az Úrban. És azt mondja, hogy nem tesznek gyümölcstelenné, sok gyümölcsöt fogunk teremni, ezáltal a Krisztus ismeretére fognak jutni az emberek. És azt mondja, akikben pedig ezek nincsenek meg, az vak, az rövidlátó, elfelejtkezett a régi bűneiből való megtisztulásról. Magyarán, akiben a kiválasztottság tudata benne van, és tudja, hogy a Jézus Krisztusban ki van választva, az nem lesz vak soha, az nem lesz rövidlátó soha, és tisztában lesz, hogy a régi bűneiből megtisztult egyszer és mindenkorra. Jó? Óriási. Egy új tudat, tehát egy krisztusi gondolkozását tesz bennünket. És a vakság, a szellemi vakság, a szellemi rövidlátóság az eltűnik az életünkből, és a kiválasztottság tudata az éles látóvá tesz bennünket. Mindent látni fogunk. Ez mit jelent? Hogy nem kell szemüvegesnek lenned, ha kiválasztott vagy. Minél erősebb a kiválasztottság tudata benned, meggyógyulsz még a szent betegségekből is. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Kiválasztott vagy, az Úr kiszemelt téged. Az Úrnak a kiszemeltje vagy. Azért, hogy isteni erővel betöltsön téged és megajándékozzon téged.